Oké, hogy egyesek a Pride hónap bűvöletében élnek. A Pride az egyik legszebb ünnep Budapesten. De tudjátok, hogy mit skandáltak az idei New York-i szivárványos felvonuláson? Ezt. Igen, jól hallottad és láttad. Az LMBTQ közösség kimondta, hogy a gyerekeidre pályázik. Lássuk be, ez azért teljesen vállalhatatlan. És tudod, mivel próbálnak megvédekezni? Azzal, hogy csak viccelnek. Oké, legyen vicc, de akkor ezeket a képsorokat hogyan magyarázzátok, papa? Akkor mégis mit keresnek az iskolákban? Tehát ez egyáltalán nem vicc. Ezek után mondja azt valaki, hogy a gendernyomulás teljesen ártalmatlan jelenség. Ja, és ha azt hinnéd, hogy itthon ez nem releváns kérdés? Beengedni a transznemű embereket az óvodákba, iskolákba a szexuális felvilágosító órákat tartani? Én beengednék ilyen embereket, persze. Hát de, ami a gender és identitás harc frontján zajlik, az már rég túlmutat a józanész határain. Ha te is így gondolod, iratkozz fel a Patrióta csatornájára.